A diákoknál elkezdődött a visszaszámlálás, ugyanis már csak pár nap is itt a vakáció, így egészen biztos, hogy egyre több gyermekkel találkozunk az utcákon. Majd a kerékpárosok kerülnek fókuszba, ugyanis először jó tanácsokat adunk mindazoknak, akik bukósisakot szeretnének vásárolni, és végül ellátogatunk a bringakútra, amit mindenki ingyenesen vehet igénybe. A nyári szünet kétszer hosszabb, mint a szülők szabadsága együtt. Ezért nem kevés fejtörést okoz számukra, hogy hová tegyék csemetéiket. És amennyiben nem tudják megoldani a felügyeletet, sajnos még a veszélyek véget is aggódhatnak. A nyári szünet mindig egy veszélyforrás, hiszen ilyenkor a gyerekek nem tudnak magukkal mit kezdeni. A megszokott rend, ami közel 10 hónapig az életük része, az most egyszerűen felborul. Vagy ahogy ők mondják, szabadok lesznek, szabadságon vannak. Én úgy gondolom, hogy ez a szülők felelőssége is, hogy ezeket a gyerekeket este vagy reggel, akkor, amikor a munkába indulás előtt találkoznak velük, eligazítsák, hogy rákérdezzenek arra, hogy mi történik egész nap, hova mész, mit csinálsz, ellenőrizzék le ezeket a programokat, ezeket a terveket, hogy valóban hol tölti a szabadidejét a gyermek. Nem csak a matematika, az irodalom és a történelem oktatás fontos az iskolákban, hanem a közlekedés is, hiszen ezen ismeretek nélkül még nagyobb az esélye a baleseteknek. Az alapvető közúti közlekedési szabályokat mindenféleképpen tudni kell. Na most, ha a gyerek magától nem tanulja meg, és az iskolában kevés lehetősége volt arra, mert nem mindenhol van erre kellő mennyiségű idő és lehetőség, akkor a szülőnek kell ezeket, főleg akkor, hogyha a szülő rendelkezik valamilyen jellegű vezetői engedéllyel, kell legalább a környezetére vonatkozó, a szabad idejére vonatkozó legfontosabb közúti közlekedési szabályokat elmondani. Akkor is, hogyha gyalogosan közlekedik, akkor is, hogyha kerékpárra pattan, akkor is, ha valamilyen más gyermekjátékkal, rollerrel, gördeszkával, vagy akármivel közlekedik, hogy hol lehet ezekkel közlekedni. Akkor is a utasként is, hogy fogózkodjon, hogy vigyázzon a testvére, hogy ajtóval ne csukják oda, ne ugorjon, ne szaladjon, nézzen szét, mielőtt esetleg a kiinduló villamoshoz rohanna, vagy a beérkező villamoshoz rohanna. Tehát sok ilyen apróságot el kell mondani, át kell beszélni a gyerekkel. A nyári meleg, a szabadság, a kötöttség nélküliség meg annyi esetben felelőtlen viselkedést okozhat. Gondoljuk csak el, hányszor látunk úttesten gurul a labda után egy rohanó gyermeket látni. Ezekben a hónapokban jobban oda kell figyelni a gyermekekre. És arra kérem a szülőket, hogy legyenek ebben tényleg partnerek és a járművezetőket is az, hogy megjelennek a gyermekek a közúton, vigyázzunk rájuk. Minden kerékpárosnak fontos a védelem. A megfelelő sisak megakadályozhatja, hogy súlyos fej- és arcsérüléseket szerezzünk. Azonban a kiváló kerékpáros fejvédő is keveset ér, ha nem rendesen illeszkedik a fejünkre. A kerékpárosokat a sisakjuk csak akkor védi meg, ha megfelelő méretűt használnak, illetve ha azt helyesen viselik. De általában a felnőtt fejvédők 2-3 különböző méretben készülnek, és mindegyik állítható, de egy bizonyos határon belül. A fejvédő vásárlásakor figyelni kell arra, hogy megfelelő méretű fejvédőt vásároljunk. Ezt már a boltba menés előtt is érdemes a fejünk körméretét a legszélesebb ponton megmérni, centiben. Ez segítséget fog jelenteni a boltosnak akkor, amikor kiválasztásra kerül a fejvédő. Általában a fejvédőgyártók különböző fejformákra készítenek, tehát gyártónként eltérő lehet az illeszkedés vagy a forma. Úgyhogy ha az egyik típusú gyártótól nem találunk megfelelőt, akkor érdemes egy másik gyártó irányába keresni, mert lehet, hogy lesz megfelelő. A sisak úgy kell álljon, hogy legalább a homlok közepéig eltakarja, ugye, hiszen nagyon sokszor esünk a fejünkkel előre, és nem szólt, hogy túl hátrafelé, tehát a fejtetőn így ferdén lefelé álljon a sisak, illetve azért megfelelő védelmet kell nyújtani a hátul a tarkónál is, hogy eléggé leérjen a tarkóra, jó helyen legyen az állító. Általában ezeket lehet állítani, hogy ez lentebb vagy föntebb legyen, illetve a szíjat is lehet állítani többféleképpen, hogy attól függően, hogy kinek hol van a füle, ugye csak úgy kell beállítani ezt is mindenképpen, hogy a szorosan mozdulásmentesen álljon a fején.
Legtöbb esetben, ha bukósisakot vásárolunk, úgy gondoljuk, az akár 10 évig is jó lehet. Még akkor is, ha sérülésmentesen használjuk. Ám ez nem így van. Ezek két részből állnak, két fő részből, a külső héjből, ami a dizájnt adja, illetve egy kicsit segít a napsugarainak a felfogásában, ugyanis a belső része az egy általában EPS habból áll, ez habosított műanyag gyakorlatilag, és ez rendkívül rosszul reagál az UV-sugárzásra, úgyhogy a külsőnek egy bizonyos védelmet kell adnia az ellen az UV-sugárzás ellen. Ez is műanyagból van, tehát ez sem lesz örök életű, ezért mindenképpen javasolt, hogy 5 év után még akkor is kicseréljük a fejvédőt, hogyha az nem volt összetörve. Ha megjelenik bárhol repedés, mert lejtettük a sisakot, vagy elestünk vele, és látható sérülés van a fejvédőn, akkor mindenképpen azonnal ki kell cserélni a fejvédőt. Nem csak a felnőttekre, de a gyerekekre is meg annyi veszély leselkedik. Éppen ezért ne felejtsük el az ő biztonságokat sem. Főleg most, hogy lassan vakációra mennek. Most, hogy jön a nyár, és a gyerekek egyre többet kerékpároznak odakint, egy BMX-es, gördeszkás, görkorcsolyás fejvédő megfelelő védelem lehet a számukra. Mindenféleképpen érdemes a gyerekeknek már korán az eszébe vésni, hogy a fejvédő megvéd a komoly sérülésektől. Az ORFK-nak volt egy felmérése, miszerint a kerékpáros balesetek 45%-a, amik súlyos sérüléssel végződnek, azok fejsérüléssel végződnek, és egy ilyen fejvédő sokat számít a fej megvédésében. Amikor kerékpáros fejvédőt veszünk, akkor mindenképpen nézzük meg, hogy az európai előírásoknak megfelelő. Az európai előírásoknak megfelelőséget egy számsor mutatja, egy betű és egy számsor az EN1078-as jelölés mutatja a fejvédő belsejében. Ez azt jelenti, hogy az európai előírásoknak teljesen megfelel a fejvédő, és nyugodtan lehet forgalmazni. Vannak mások is, hogyha egy fejvédőben többet is találunk, például a CPSC, ami egy Egyesült Államokbeli szabvány, vagy az ANSI 80, ami az Új-Zélandon és Ausztráliában érvényes szabvány, illetve vannak japán szabványok is, tehát minél többet találunk egy fejvédőben, az azt jelenti, hogy annál többféle szabványnak, eltérő szabványnak tesztelték, és nyilván annál biztonságosabb, de ha az EN1078-nak megfelel, az már egy alapvédelmet jelent. A bukósisak az egyik legfontosabb passzív biztonsági eszköz a kerékpározásnál. Magyarországon még nem, ám például Szlovákiában már mindenhol kötelező a viselete. Hazánkban is tervezik a szabálymódosítást, éppen ezért nem árt már jó előre felkészülni. A budapesti kerékpáros kultúra már olyan mértéket ölt, ami alapjaiban változtatja meg a belváros közlekedését, de a külvárosokban is növekszik a hatása. Ahogy a város lehetőségei engedik, újabb és újabb útszakaszok áttervezése már a kerékpárosok igényeinek figyelembevételével történik. És ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk hajtani két kerekünket, idén is igénybe tudunk venni egy remek szolgáltatást. Ez pedig nem más, mint a Bringakút. Tavaly, amikor ezt elindítottuk, elég sok kétel volt bennünk, és féltünk is, hogy nem lesz akkora sikere, de utána megmértük. És hát ez volt messze a legsikeresebb valamennyi kerékpáros aktivitásunk közül. Budapesten a 29 évnél fiatalabb korosztály számára minden harmadik fiatal tudja azt Budapesten, hogy van egy ingyenes bringa szerelő állomás, nagyon népszerű a hely, a fesztiválokon lévő aktivitásunk is nagyon elismert. De hogyan is működik egy ilyen kút? Kilukad a kerék, megcsináljuk. Kopog a váltó, megcsináljuk. Beállítjuk a nyolcasokat is. Nem kell hozni semmit. Az embernek a bringáját kell elhozni, és aki egyébként betér hozzánk, az mind kerékpárral közlekedik, és valamilyen problémája van, valamilyen szükség gyötri, és itt megjavítják a srácok a kerékpárt, itt vannak alkatrészek, vannak tömlők, vannak ragasztók, vannak szerszámok, tehát igazából nem kell semmivel foglalkozni, ez egy ingyenes szolgáltatás. Egyfajta közlekedés biztonsági programként is felfogható ez. Figyeljünk egymásra, legyen jó karbantartott kerékpárunk, és közlekedjünk biztonságosan. Itt a tárcsafüggnél egy autónál, hogyha ezt hallod, ez azt jelenti, hogy el van kopva, és cserélni kell. Mert azt néztem, hogy még belemordni, nem mord bele a izékbe. Teljesen jól fogja.
az a fő szempont, hogy tényleg egy olyan szolgáltatást tudunk nyújtani, amire úgy tűnik, hogy nagyon nagy szükség van. A tavalyi számok egyébként azt mutatták, hogy nagyon sokan álltak meg, több tízezren megálltak a nyári időszakban itt ezen az állomáson, tehát erre szükség van erre a szolgáltatásra, és emiatt az ismertsége is jó, ezért is folytatjuk idén tovább. Bármilyen furcsán is hangzik, de a kerékpárosoknak már nem csak frissítőkért érdemes megállni a benzinkutakon. A benzinkutakat át szeretnénk kicsit alakítani, ne csak üzemanyagot lehessen ott vásárolni, hanem más szolgáltatáshoz is hozzá lehessen jutni, például bringás felszerelésekhez. Aki elmegy mondjuk autóval kerékpározni, túrázni, nem visz magával sisakot, csengőt, gumibelsőt, szerszámot, azt a benzinkúton meg lehet szerezni. Sőt, adott esetben, ha nagyon koszos a bringa egy erős hegyi kerékpározás után, jellemzően mondjuk a Dunakanyar környékén, akkor lehetőség van arra, hogy a Monty bike-okat le is lehet mosni a benzinkúton, tehát nem utálják ki a benzinkutasok a kerékpárosokat a benzinkúton. Egész egyszerűen kialakult egyfajta igény, hogy fenntartható módon közlekedjünk a városban. És ezért egyre több kerékpáros van, és nekik kívánunk segíteni. Bringapontok országszerte vannak, 360 benzinkutunk van, de ebből 127 benzinkúton van Bringapont. Balaton északi partján, Balatonfüreden, Révfülöpnél, a déli partján, Földváron, Lellén, a Velencei tónál, a Tisza tónál, a Fertő tónál, minden nagyobb városban, megyeszékhelyen, tehát nem csak Budapestre fókuszálunk, hanem az ország egész területén vannak bringapontok. Az igaz, hogy ilyen ingyenes bringaszerviz stabilan csak itt van, de vannak meglepetéseink, a nyár folyamán lesznek mobil bringaszerelő állomások is, azokat meg az ország különböző pontjain szeretnénk majd felállítani. A műsor támogatója a Silver Card. A műsor támogatója a Bridgestone Magyarország Kft. A műsor támogatója a GRSP Magyarország Egyesület.